Sokan látogattak el az Egerszeg Festre vasárnap is. A harmadik napon állandó programokkal, változatos koncertekkel és gyermeknapi bemutatókkal várták az érdeklődőket. Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fest. A háromnapos rendezvényt csak nem 70 ezeren keresték fel. Az elmúlt két évben az esemény a koronavírus járvány miatt elmaradt, ám idén bővített repertoárral és a régihez viszonyítva új helyszínnel készültek. A technikai igények is kinőtték ezt a helyszínt ahhoz, hogy azok az előadók, akiket hívunk, tehát akár a Fall of the Flow, akár a Leander Kiss, akár a Margaret Island, akár egy színházi előadást megcsináljunk. A főszervező szerint az elmúlt időszakban a színházak népszerűsége csökkent. Így cél, hogy az előadások és a helyi tehetségek a városban ismét kiemelt figyelmet kapjanak. Nagyon jó volt itt lenni, nagyon hálás vagyok a fesztivál szervezőknek, hogy 3 évvel ezelőtt voltunk utoljára, és hogy idén is meghívtak minket. Nagyon sokat készültek a gyerekeknek, ez óriási motiváció nekik, hogy erre készültünk, és hogy egy ekkora színpadon felléphetnek. A jövőben a filmzenei koncertre készülünk, ahol szintén ugyan nem mind a 10, de néhányan közülük fognak énekelni a szimfonikus zenekar koncertje előtt. Eszméletlen jó fogadtatásban részesültünk, és ennek nagyon örültünk, hiszen több gyerek most először lépett a színpadra. Behívtam a minikorcsoportot is 3 éves kortól, és nagyon-nagyon örültek az emberek, hogy ilyen kis kortól is lehet már hozzánk beiratkozni, és sokan meg is kerestek. Szóval nagyon szuper volt a fogadtatás, és jó visszajelzéseket kaptunk. A fesztiválon a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt megtalálta a neki tetsző programot. Az esti két nagy koncertre jöttünk ki igazából, meg szeretnénk egy kicsit körbenézni, mert az elmúlt napokban táncoltunk, fellépéseink voltak, aztán nem nagyon volt időnk így körbejárni. Ez egy nagyon jó, úgymond, apropója annak, hogy az ember így végigjön, lehet enni, inni, barátokkal, ismerősökkel találkozni, és már hiányoltuk nagyon, hogy itt a Covid miatt kiesett ez az időszak, és örömmel jöttünk, de most is. A késő esti órákban a Kazinci tér megtelt. A nagy koncertekre becslések szerint több mint 8000 látogató gyűlt össze. A fesztivál bebizonyította, a hosszú szünet ellenére a zalaegerszegiek összetartanak.